Horváth Zsolt polgármester tette fel a Dunaföldvár központjában feldíszített hársfára a 7020. színes tojást. A település irányító száma, ez a bűvös szám, mellyel a várossá avatás 30. évfordulója előtt tisztelegnek. Ennek a tojásfának az elsődleges üzenete az maga az a közösségépítés, amit Dunaföldváron mi folytatunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a civil szervezetek tulajdonképpen a motorjai ennek a városnak. Ezúttal is összefogott a város, és apraja nagyja jött és díszített egész nap. Volt ki emelődarúval, létrával érkezett. A 30 éves településen így várják a húsvétot. Dunaföldvára az utóbbi időben többször is figyelt az ország. 15 évvel ezelőtt az unió csatlakozáskor 70 ezer húszadag földvári húsgombóc levest tálaltak fel Cipóban. 2016-ban a palacsinta sütés rekordját tűzték zászlajukra. A kezdeményező Horváth Irén kifogyhatatlan az ötletekből. A tavalyi első próbálkozáskor 1664 darab hímes tojással díszítették a hársfát, melyek most a kistesóra kerültek. A városközpontban május közepéig csodálhatják meg az érdeklődők a tojásfát.